A Mátyás emlékszoba kérdése, ez egy olyan régebbi projektje a Városházának, amelyet igyekezünk az elkövetkező időszakban nem csak fölpörgetni, hanem meg is valósítani, hiszen az elképzeléseink szerint a 2015-ös év egyik nagyon fontos turisztikai attrakciója lenne. Az a szoba tehát, amelyet a Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem egy földszinti szobájában szeretnénk kialakítani, mint Mátyás szülőházának az emlékszobája, amelyben szakértők tekintetében is az egyetem és a Bábesbújó Egyetem is felajánlották segítségüket, egészen biztos, és már tárgyalásokat is folytattunk Répán Zsuzsán helyettes államtitkárral, hogy magyarországi támogatásra is számíthatnánk. Magában az emlékszobának a berendezésében, elképzelésében, megtervezésében. Ebben a pillanatban mindössze az épület rész, tehát a szobányi épület rész jogi státusának a tisztázása várat magára. Az épület ugye az egyetemnek a tulajdonában lévén át kell adjon az önkormányzat számára ebből a célból, az előbb említett célból egy ekkora szobányi területet, illetve épületrészt, amelyet mi felhasználhatunk erre a célra tehát. És hát valószínűleg, amennyiben sikerül ezt a projektet elindítani, kivitelezni, úgy az egykori Mátyás testőrségének a ruházatában felöltöztetett testőri látványosságot is meg tudnánk teremteni, illetve hát szeretnénk odavarázsolni a szülőház elé, ezáltal is növelve a turisztikai vonzó erejét. A Dónát szoborral kapcsolatban pedig hát a jó hír az, ez egy ugye a Paprika Rádió munkatársai által kezdeményezett és elindított közös projektünk. A héten, jövő héten már sor kerül vélhetően a szobor elszállítására, egy műhelyben, szakértői műhelyben fogják restaurálni ezt a szobrot, és sikerült az elmúlt hetekben megszerezni a megyei tanács, illetve a Népművészeti Múzeum beleegyezését a törökvágási múzeumkert, múzeum bejárat előtti területre, ez ugye megyei tanácsi tulajdonban levő terület lévén területre való felállítására tulajdonképpen a szobornak. Mi azt gondoltuk, hogy ez a legmegfelelőbb helyszín, hiszen a törökvágás maga, mint olyan kötődik, illetve hát a szobor története és ez a helyszín kötődnek egymáshoz. Ez is egy látványossága, egy érdekessége lesz az elkövetkező időszakban a városnak. Körülbelül mikor lehet számítani arra, hogy újra felavatják ezt a szobrot az idén, nyáron? Ha hamarabb nem, az idei kolozsvári magyar napok alkalmával, és az azt gondolom, hogy ez egy jó időpont is lenne, egy méltó időpont és alkalom a szobor újraavatására vagy felavatására.